Sziasztok! Mindenkit köszöntök brutális szeretettel. Ismét háztűznézőbe megyek, pontosabban két háztűznézőbe. Nagyfi László lesz most, aki engem vendégül lát, de hát mert korábban voltam nála ugye a gitárcentrumban, de még a régi üzletben, és most az megújult. És hát valószínűleg egyébként neki az a második, hát vagy nem tudom, hanem az első otthona. Úgyhogy először megnézem a megújult gitárcentrumot, utána megyünk ki hozzá, azt hiszem Szentendrére, hogy megnézem, hogy hogy gyakorol, milyen gitárjai vannak, milyen cuccokat használ, használ-e számítógépes progikat, és ha igen, akkor miért. És hát remélhetőleg a végén még lesz egy kis gitározás is. Ha más nem, akkor ugye megtanulok majd egy Omen számot. Ilyen se volt még, kíváncsi vagyok, hogy fog majd teljesíteni. Szóval ez lesz. Köszi szépen, hogyha megnézitek, köszi szépen, ha feliratkoztok, köszi szépen, hogyha támogatjátok a csatornát, akár itt a szuper köszönet gombbal, akár a Patreon oldalamon. Ne felejtsetek el tetszikelni, feliratkozni, minden szokásos hülyeség. Megyek a gitárcentrumba, szerencsére nincs olyan messzi. Rohanok. Érkeztem. Óriási tábla hívja fel a figyelmedet, hogy ez a régi hangszer volt. Ide ne gyere be. Nem tudom, látjátok-e. Hát most ez kb. A raktár. Egyébként nem voltam még itt, az újban, csak a felújítás előtt. Úgyhogy elvesztem a gitárcentrum szüzességemet. Atya úristen! De jól néz ki. És hát dolgozik a főnök úr. Szép jó napokat. Jó napot. Jó munkát. Csőzzetek. Megjöttem. Jó van. Körbe szaladunk itt egy gyorsat. Szaladjunk. Mit mondasz? De majd úgy csinált, hogy létszeres vágjál be az iszonyat borfelhőből. Csak úgy egy két kép. Mindenféleképpen. Hogy hova kerül. Mindenféleképpen. Melózás, ott lesz a bejárat. Faterhoz oda jövünk. Felügyelés van? Mindenki jó dolgozik? Nézem, hogy fejlődünk, és még nincs már kész. Gyorsan itt felszerelkezünk a mikrofonokkal, és már is jövünk a gitárcentrumba. Jó. Oké. Okay. Ez a szokás. Szokásos, igen. Figyelj csak, körbe vezetsz minket, hogy nagyjából milyen lett ott a felújítás óta, mindjárt most már átfókuszálok. Honnan indulunk? Hát ugye ott bejöttünk. Ott nagyon jól be tudtam jönni, igen, azt igen. Megtaláltam. És hát itt a eladópult húr készletek, ott szoktam ücsörögni. Igen. Változott egyébként bármi így a felhozatalban azóta, amióta megújult a hát bolt? Bőven, igen, mert... Hát Martin gitárokból majd mutatom, elég jól állunk, annak is a hivatalos dílerei lettünk. De nagy. Mióta van is pontosan? Most a megnyitó az mikor volt? Hát itt ugye novemberben, amúgy meg 16-7 éve. Azt tudom, igen. De hogy akkor már lassan egy éve kész van ez. Lassan, igen. Azt a betyár, úristen, de régen voltunk. Igen.
mindenféle Itt hírességek. Viktor. Induljunk el valamerre, amerre azt gondolod. Hát nagyon szépek vagytok, azt mondhatom. Köszönjük szépen. Hát ezek a, mondjuk, hogy a Les Paul falak, leginkább. De jól néznek ki ezek is. Gibson, Epiphone, Hagström, persze becsúszik neve egy-két. Strato. Hát így próbáljuk a, így külön választani márkák szerint, meg formák, stílusok szerint. Itt az LTD fal, a Yamaha is azt hiszem van itt, de ez a túloldalt is. Azóta a Yamahát is elkezdtük forgalmazni. Tényleg? De király. Ja, igen, Revstar, Pacifica. Hát a szokásos. Szokásosak. Tudod. Itt a akusztik Yamaha. Ukulele. Ó, de jó ez a kis. Ez mi az? Ez ilyen ukulele SG? Bizony, és kegyetlen. Volt ilyen Les Paulunk, és úgy szól. Nagyon nagy sikert aratott az oldalunkon. Csinált Viktor egy videót, természetesen a slash. Persze. Ide. És mindenki, hogy ne basz, így szól. Na, úgyhogy itt van a, itt megpihenhetsz, amikor fáradtam. És milyen menő bőrkanapétok van. Itt vannak a Martinjaink. Szépek. Sigma, Martin, Gibson, Lanikai, ez a Bass ukulele, vagy nem is tudom mi, ez Bass akusztikus minigitár. Aztán, hát most ide raktuk a fél lap, illetve jazz, rockabilly gitárokat. Hát, hogy úgy tudod, átlátható legyen, amennyire lehet. Itt vannak a nagy kedvencek, balra a Fujigenek. Ja, várjál már, akkor mutatom. Ezek a japán. Igen. Ezek tényleg baromi jók, ezek a kutyók. Igen. És árérték arányban azért azok. Igen, igen. Hát mondjuk mennyire szereted jobban ezt a üzlethelységet, mint a régit? Nincs egy kis nosztalgikus? Van, meg hát az megvan, most azt láttam, igen, egy kuplerája van, ami egy luxus, tehát azért ott vannak tervek, most egyelőre még nem beszélek róla, ne kiabáljam el, azt is üzlethelyiségnek szánjuk majd, de hasonló dizájnra először majd azt is felújítatjuk, mert most ebben vagyunk szerelmesek. Persze, nem csodálom. Jó, úristen, még itt is a brutális nagy kortok, fala, kort, Ibanez. Ibanez fal. Ez a jobb oldali szektor az a gityók, bal oldalon pedig a basszus gitárok. Várj, de jó az. Jacksonok. Abba is de jó sok van. Várjál, már megfordulok a bass gitárokhoz. Bal oldalt, igen, a basszusok. Ja, a Spektort is elkezdtük forgalmazni. Az micsoda? A Spektor basszus gitár. Tényleg? Persze, de most meg nem mondom, hol vannak. Jó, Isten. De majd rábukkan. Jó, és itt emlékszem arra, hogy te mondtad, hogy itt lesz valami kis színpadszerűség. Igen, a felújítás, ott van. És az van használva, annak van? Hát igazából nincs, de van. Tehát, ott egyébként majd lesz ilyen termékbemutató, vagy ilyesmi. Egyelőre csak felszereltük, meg hát ott vannak a különböző erősítők. És akkor a Fender fal. Igen. Hát még terve van, ugye ez, itt mexikói Fenderek, meg Squire-ek vannak. Aha. Terve van, remélem, hogy még az idén leszerződünk az amerikai. Csak hát ezek mind iszonyú beruházások. Hát persze, persze, gondolom, gondolom. Nagyon nagy elvárások vannak, szóval nem egyszerű. Ja, hogy igen, hogy meg kell venni valamennyit. Brutált. Nem mondom az összeget. Oké, nézzük már meg a színpadot, engem az érdekel a legjobban. Hát figyelj, egyébként színpad kinézete hát van, persze. Abszolút. Ez a kicsi fia Marci Gretsch, ez egy nem is tudom, vagy 30 éves eredeti Gretsch dob. És hát van neki DV-je is, ugye azt használja. Igen. Ezt annó gyakorlásra vettem neki, aha, hogy ne kelljen ugye a motyókat kibe rámolgatni. Iszonyú jó szó egyébként. Figyelj, be kell hozni ide egy Omen koncertet, és... A lakók hülyét. Nem baj az, hát egyből sokan lennének a boltban. Hál' Istennek így is amúgy sokan vagyunk. Ja. Hát van ezek. Szokásos, igen. És itt ugyanitt még van egy részlegetek. Hát igen, ez a párhuzamosan. Aha.
Hát onnan előről indultunk. Ja, igen. És akkor akusztikus gitárok, klasszikus gitárok, Ibanez, Kort. És itt van még egy ilyen kis süket szoba. Na most, amire büszke vagyok. Na. Olvasd el azt a feliratot. A pirosat? Taylor Authorized Dealer. Bizony. Azt a betyár. Sikerült leszerződnünk. Hú, hát akkor be is jövök. És most egy-két napja jött meg a nem szállítmány. De nagy. Úgyhogy... Hát a Taylorok azok nem baj, hogyha vannak. Igen, hát itt aztán olyan elvárások vannak, hogy látod, ott van a pára, mérő. Ja, hogy milyen, azt is megmondják, hogy tárolhatod. Bizony. Hát ilyen külön szoba éppenséggel nem kellett volna, de egy külön falrész, de ez itt így adta magát, hogy egy kultúrkörnyezetbe ide bejössz. El tudsz húzni az ajtót. Behúzzuk az ajtót, hogy ez tényleg akkor egy szigetele? Hát nem egy különösebb hangszigetelés. Hát figyelj. De hát azért mégis. Mégiscsak jobb. Teljesen jó. Igen. Szellőztetés van itt minden külön. Páratartalom fog szabályozni. Itt van mindjárt az egyik kedvenc. Szóval eszelős, hogy ezek mit tudnak, mert ezt a kiegyenlített hangot. Ez milyennek a típusa pontosan? Hát most még én ezt fejből neked meg nem mondom, de... De nagyon jól néz ki tényleg. Hú, bassz. Úgy minden gyönyörűen felhangzott. Hát, milyen álkategória ez, azt hozzávetőlegesen? Tényleg nem tudom még fejből, mert most fogjuk típusonként beárazni, annyira friss még a dolog. De hát van itt a másfél milliós, mondjuk a legolcsóbb, az talán a 4-500 ezer. 4-500 ezer a legolcsóbb. Szóval kb. Onnan indul. Aha. Hát igen. De hát jó kis. Hát ez a, mondjuk, hogy az akusztikus gitárok királynője. És figyelj csak, egyébként mik a visszajelzések így a vásárlók részéről az új bolttal kapcsolatban? Szeretik? Úgy látod, hogy kíváncsiak rá és jönnek, legalább itt szépen. Nagyon nagy örömmel mondom, igen. Egyébként nézd meg a Google értékeléseinket, és tényleg a beírások is, meg stb. Tehát itt jól érzik magukat az emberek. De király. Szóval király. Itt nem az van, hogy... Mit akar? Tedd le, ne nyújj hozzá. Ez no, soha nem, tehát ez nem a mi profilunk. Persze. Leülhet, kipróbálhatja, ha nem veszi meg, az se baj. Aha. Tehát aztán persze megtisztogatjuk. Néha húrokat cserélünk, de szerintem így kell működni. Tehát akkor így most már lassan egy év távlatából sikeresnek ítéled a helységváltást. Én azt mondom, hogy igen, és még mindig vannak terveink itt ezen belül is. Aha. Szóval igen. Királyság. Tetszetős. Örülök neki. Még menjünk végig gyorsan itt ezen a soron. Megyek előre. Kantán. Igen. Fender akusztikusok, klasszikusok. Sigma, Fender. Valencia, Epiphone. Hú, de jó színe van ennek. Hát figyelj, az azóta sem változott, hogy abszolút a gitárra központi elemetek, tehát zongorával nem nagyon találkozott. Hála jó Isten. Igen, de viszont iszonyú fejlesztésben voltunk, ha odaérünk, mutatom. Aha. A tekintetben is. Annyi mindent fejlesztettünk, hogy elfelejtem mondani. Jó, milyen aranyos kis színkavalkád vagy itt az ukuleléknek. Nagyon jó. Ukulele nagy hatalom is vagyunk. Szóval miket fejlesztettetek? Ja igen, hogy rengeteg sok pedálunk van most már. Aha. Jobbra, ha megnézed. Ja. Szóval itt van mutatós, minden. Dunlop MX-er, amit akarsz. Bankkártyákkal is elkezdtünk foglalkozni. Bankkártyák? Bankkártyák! Az jó! Abban van az, sok pénz. Az én jelente, én nyomtatom, tudod. Ja. Miksik. Tokok. Hát figyelj, szerintem gitárosként itt nagyon sok panaszra nem lehet ok, hogy nem találom, vagy... Hál' Istennek nincs. Jó, persze, hát mindent figyelj. Jó, hát mai világban lehet, igen. Igen. Gitárboltban mindent tartani, az szerintem képtelenség. Pengetők, ebből gyorsan lehet, hogy majd veszek én is egyet, mert... Kapsz a hiba? Nem, hát olyan biztos, hogy nem. Nem tudtok lekenyerezni.
Figyelj, hát először is nagyon gratulálok az új bolthoz, de tényleg, tényleg impozáns, hogyha így bejön az ember, akkor legalábbis az előzőhöz képest, nekem az is tetszett, annak is jó hangulata volt, de ez valahogy olyan, mégis olyan, hát nem tudom, olyan külföldiesebb, a szó jó értelmében. Hála Istennek, de egyébként a külföldiek azt mondják, hogy store, komolyan, de király. Sokan járnak ide érdekes módon. De király. Hát ez büszkeség, büszkeség, és hát meg hogyha még majd, várjatok, jön majd ugye a még fejlesztések, meg az előző volt, amiről még nem beszélünk, akkor meg még kegyetlenebb lesz. De hát ugye ez az egyik otthonod, és én hivatalosan a másik otthonodba szeretnék eljutni, hogy akkor arra van a lehetőség. Persze. Királyság, akkor nem soká jövünk majd tőled. Nem hagyhattuk ki, hogy már nyitva volt éppen az ajtó a régi üzletben, meg hát itt van a főnök úr, dolgozik. Te még itt ragadtál? Én örök bútor darab vagyok. Legmélyebb tiszteletek, jó munkát, bocsánat. Hát figyelj, ezt a melót is meg kell csinálni. Nem, jó, nincs tervben, hogy lesz majd ott neki valami egyel? Jó, jó ez itt neked? Nem zavar senki? Már megszoktam. Ez tökéletes. Csak már gyorsan, akkor körbenézek itt is. Hát gyerekek, azért ez durva látni, hogy... Durva látni, hogy ez lett itt belőle. Amikor teli volt pakolva, akkor nagyobbnak tűnt. Hát igen, most... ez durva. Sokkal nagyobb a másik részleg. Hát persze, most így már 2-1-500 négyzetméter. Atya úristen. De mondom, itt nem ez lesz, mert azért ez luxus. Ja. Jó. Vannak tervek. Hát... elköszönünk a régi gitárcentrumtól. Csőzzetek, jó munkát! Na most már aztán... tényleg... megyünk ki. Beülünk a kocsiba, elvileg. Nagy kocsimat lenyúlta a Marci. Ja, hát persze. Várjatok. Irány Szentendre? Igen. Imádom. Mit? Hát mindent itt most. Ja? Indulunk is? Persze. Ja, jól van. Várjál, becsukom az ajtót. Gyerekek, Irány Szentendre. Muszáj egy kicsit kivázni. Persze. Hát kölyögünk még. Gyuki! Úristen. Ne. Nem, nem popáltam. Mégiscsak inkább nem lehetne őket. Ne, abszolút. Jó, inkább húzzuk le, nem baj. Nem baj, jó, megcsináljuk kis fénybe. Akkor kihívom. Jó. Hú, gyerekek. Nagyon hangos állatok ezek. Csak azt mondja, hogy... tudom, persze. Csak itt lenyugszok, és akkor megmutatom már. Persze, én ilyenkor nagyon beizgulok. Megjöttünk a garázsba, és itt már meg akartam mutatni nektek, hogy közben nézek hátra, hogy nem jönnek a kutyák, de itt már gitártokok vannak. Nem is kevés. Állítólag a nappaliba nem férnének el. Elférne, csak ott bombadozol. Merre megyünk? Arra. Jó. Úgyhogy lecsukom neki. Jó, oké. Okay. Hú, le is izzadtam. Azt kérem, kiskoromban, igen, rámugrott egy Bernát hegyi. És hát meg nem bánik. Hát de 5 évesen tudod, amikor egy ugyanakkora rádugrik, akkor úgy, és hanyat döntött, és általában játszani akart velem, csak... Megyek előre. Jó. Tudod, én láttam a száját, meg a fogait, elég is volt. Mi a hittem vagyunk? Hát itt megcsináltam a keszót gyerekeknek külön fel, aha, külön, mert nem kell levegni. De hogy nem, nehogy nem. Tényleg nem. No, de jó. És akkor az mutasd az utat. Meg itt van. Ez öreg. Tölt szinten, álló szóval, rúli, és mindenkitől. Nem mutogatok én olyat, ami... Na és akkor itten vagyunk. Csinálok neked olyan jó fényt. Oké. Okay. Isteni. Óha! Júj! De hát ez egy nagyon... nagyon impozáns kis kiállításod van itt. Dög. Hát ez fullos. Nem, köszönöm szépen.
Jó van, srácok, hát így gyorsan összerakom a kamerákat, és akkor az a kilátást nézzük meg, mert elég döfi, nem tudom, látszik-e. És akkor utána jövögetünk. Menő. Itt vagyunk már most már tényleg a hivatalos itthoni itthonban. Egyébként brutálisan szép helyen laksz. Mióta vagytok itt? 27, azt hiszem, ugye? Annyit számoltunk. Igen, igen, nagyon tetszik, nagyon kis hangulatos, meg hát látom most már ómenes háttérkép. Bizony. Figyelj, profi. Azt szokott itt történni először, hogy körbenézünk, hogy hol is vagy te pontosan, meg hol szokott történni neked így a kis zenélgetési dolgod. Hát itt nagyjából már itt az elején körbe mutattam, hogy mik vannak itt. Mindenféle gityó, ukulele. Igen, az tudod, legyen már egy. Rock'n'rollos óra, könyvek, CD-k, DVD-k. Egyébként csodálkozom, hogy nem látok Big Zone gitárt itt nagy erőkkel kiakasztva. Hát az a boltban. Az a boltban, de itthon akkor abból már nincsen. Nincs. Nincsen. Csak de ezeket... most készül egyébként egy fekete Les Paul is. Tényleg? Ugyanaz a srác, a Nagy Aladár, régen Alligator gitárként talán páron ismerhetik, és most készül egy fekete Les Paul és egy fehér Flying. Oh, yeah. Azt majd mondom, hogy miért. Bocsánat, de dögrovás vagyok két napja. Szóval a boltban van, hát ezek a használatban lévő. Tehát ezeket használod rendszeresen, meg rendesen, és a bulikon, meg itthon is. Igen, na most itt külön kell választani a dolgot. Hát az egyik az, hogy volt körülbelül 5 vagy 6 customöm, és ezt bent tartottam a boltba. Aha. És mindig jött valaki, hogy ő azt veszi, és nem eladó. És akkor mondott egy olyan számot, hogy jó. Eladó. Igen. Na most ezt befejeztem, úgyhogy hazahoztam a úgymond saját gitárjaimat, úgyhogy azért vannak itthon. A másik része a dolognak, hogy most ugye én már évek óta nem használok Floydos tremolókat, gitárokat. Hát ennek ellenére. Igen, arról is már mindjárt mesélek magáról a gityóról. Oké. Okay. Szóval, hogy ez azért van, mert van a totális metal produkció, és hát régen ugye a pokolgépben olyan szólókat is csináltunk, ahol a tremolókat divat volt, víjogtatni, úgy hívjuk. Plusz a énekesek kérésére ott rendes hangolásban vagyunk négy emberen. A Les Paul-jaim, azok pedig az Omenben pedig egy hanggal lejjebb vagyunk. Aha. Most nem fogok ott hangolgatni, akkor elviszi a nyakat, stb. Persze. Így aztán úgymond örömmel, de kényszerből kellett vegyek pár tremolókaros gitár. Gitárokról még beszélünk, még csak a szétnézős résznél tartunk, hát itt ilyen családi emlékek, erekék, és hát itt van az asztal. Igen. Figyelj, mennyire vagy te egyébként így ezekkel a mai dolgokkal képben, tisztában? Én úgy képzeltem el egyébként, hogyha már itt vagyok, akkor úgy képzeltem el, hogy neked van egy garázsod, van egy fejláda, és akkor te oda lemész döngetni délutánonként vagy hétvégenként, amikor van kedved, és akkor ehelyett itt ülünk egy asztalnál egy Yamaha THR erősítővel, egy számítógép előtt, két stúdió monitorral, teljesen megleptél. A döngetés rész az volt, amíg fejládát használtam. Aha. Ez elmúlt, majd erős pár szót, és az a helyzet, hogy hát a két stúdió monitort azért vettem, mert fraktálra áttértem az élőbulikon. Élőbulikon. Az mióta van egyébként? Hát most már talán több, mint egy éve. Ja, aha. És úgyhogy mi is beálltunk a sorba, fülmonitor, és aki kényeskedik ezügyben, annak üzenem, hogy a világ minden táján minden műfajba használják. Hogy élted meg egyébként ezt a váltást, mert azért egy jó pár évtizedig... Nehezen, hát én mindig fejláda voltam. Ja. Marshall, Randall, legutóbbi időben Engel, Powerball 2, imádom mindnek a hangját, félreértés ne essék. Hát egyrészt már halláskárosult is vagyok, ez 40 év a döngetésben az tényleg meghozta az eredményét. Jól hallok még. És ha néztük, a barátkoztunk, és akkor azt mondtuk, hogy
szegény ródjaink is tényleg a fejládákat pakolni, fesztiválon van 30 percet beállni, szinte lehetetlenség. És próbáljuk ki. Aha. És akkor, hát én megvettem ezt az Axefixet, és nagyon furcsa volt. Az első két-három buli az olyan, hú, mondom, hogy most mi történik, de közben ott volt stabil, igen. Úgy muzsikáltunk, mintha egy stúdióban, fülesbe zenélnék élőben. Két-három buli alatt, mondom, ez nagyon szokatlan volt, aztán megszoktuk, és most már én kijelentem, hogy én imádom. Imádod. Tehát mindent hallok, a színpad bármelyik tájára megyek, pont azt hallom. Igen. Tehát nekem nagyon megtetszett. Na úgyhogy itthon pedig, ugye, hát egyrészt én, hogy is mondjuk ezt, hogy én már ilyen régi vagyok. De nem vagy ilyet. Sajnos kimaradt az életemből az a fajta fejlődés, hogy most már mindenkinek van otthon home stúdiója. Igen. Nem tudom, hogy nekem itt van ez a program, azt tudom, hogy hívják. Ja, ez a Cubase vagy mi a Cubase, aha. Hát gondolom, az is a legegyszerűbb. Hát nem, hát de, az abszolút egy teljesen jó. De figyelj, egyszer megnyitottam, meg próbáltam rajta eligazodni, és akkor bezártam, és megmaradtam a jó bevált módszeremnél. Ami annyi, hogy bedugom ezt a kis kombót, és aha, hogyha ötletem van, akkor a telefonnal fölveszem, először első vezetben azért, hogy ne felejtsem el magát a témát. Mert sokszor elfordult már, hogy volt, ami bennem volt, és elfetyett, és hogy volt, és pedig úgy tetszett, ja, amikor fejben volt. Igen. Na lényeg, hogy fölveszem teljesen primitív módon. Aha. Telefonnal, utána jön az a fázis, hogy a Tóth Carlos Karcsi, a másik gitáros, ő penge ezekbe a dolgokban, neki persze van home stúdiója. És akkor átjön laptoppal, és akkor rendbe rakjuk ott a dolgokat, először doppatternekre, aztán megszerkesztjük, stb. És aztán lemegy riempelésre a töfikéhez, és ő meg mindig kurva jó megszólaló ómellemezeket csinál, ezt büszkén merem kijelenteni. Hogyha majd egyébként, nem tudom, hogy itt van a kezed ügyében a telefon, de ha esetleg találnánk rajta valamilyen ötletet, amivel régebbi, vagy nem tudom micsoda, akkor azt nagyon szívesen meghallgatnám. Hát most őszinte leszek, hogy nincsen. Nincsen? Mert egyrészt új telefon van, másrészt két éve készült lemez, és most állunk ennek neki. Most ilyet nem tudok mutatni, hát most egy olyat mutathatok, hogy valami Gigi-t fölveszünk a telefonnal. Nem, arra semmi szükség. Van azért két Yamaha Studio monitorod, ez HS8. Én nem tudom ezeket a számokat. Valami 8. Oké, ők mire vannak? Hát ők arra vannak, hogy ugye az Axefix, és amikor meghűzöm a ródjainkat, hogy fölcipelik ide a rekkemet, hát persze az elején muszáj volt, mert valami szandot mégiscsak kellett csinálni. Azt leűzte, és akkor neked... Hát figyelj, bekapcsoltam, és akkor ilyen űrállomás. Igen. Akkor persze letöltöttük, stb. A Cifra Miki barátom, aki egy kurva jó gitáros. Abszolút, igen. Tartom, és mondhatom talán, hogy a barátom is. Ő is itt lakik Szentendrén, és főítem, Mikikém, az van, hogy vettem egy ilyet, hogy nem jönnél át, segítsél már valami szandot keresni, találni. És tök cuki volt, átjött, és akkor itt hosszasan elemezgettük. Ő mutat, hogy tudod ezt ide, oda, tuk, és akkor így néztem, és akkor inkább leültem ide mellé, és mondtam, hogy mit szeretnék hallani. Ő meg csinált, és csinált egyébként egy szerintem kurva jó szandot. Pont most egyébként elkapta egy posztodat is, hogy a Vámos Zsolt is segít neked, és hogy majd ő is volt itt ki nálad szandozgatni. Hát igen, többi jelöltem is van. A Peta még nem tud róla, de föl fogom őt is hívni, mert ő meg ennek a nagymágus. Hát az abszolút, igen. Atommérnök vagy nem az tudom. Az biztos. Úgyhogy Peta hívlak. És a Vámos Zsolti, igen, hogy szandot állítsunk, mert volt egy koncertük, azt mondja, fia, Laci, hol szól a gitár, de én még ott ezt meg azt beleszőszmötölnék. Mondom, jó, gyere. Hát ugye megszerveztük hétvége, jött a Zsolti, viszont, hát sok volt a viszki meg a sör, és kurvára berúgtunk. És hát kisenyítottuk a kisenyítottál. Úgyhogy még egy ilyen találkozás vásánk. Jó, előtte ne vásároljatok be majd, lehet, hogy még egyszer jönni kell. Hát kicsit túlzásba
mert hogy kánikula volt, medencézés, kutyázás, anekdotázás közben, és akkor szia. Egyébként itt a, tehát mondjuk egy Omennél a számírás az, hogy tudod, hogy te kitalálsz valamit, azt telefonra fölveszed, elküldöd valahogy SMS-be az ötletet, nyilván nem, de hogy elküldöd az ötletet a többieknek, hogy mindenki megcsinálja a saját dolgát, és... Ez a rész, ez nem így van. Úgy van, hogy, ez a felvétel, ez tényleg csak emlékeztetőnek van, és amikor már van a Karcsinak is, nekem is, vagy a mindegy valamelyik gitáros partneremnek korábbról is a ötlet van, aminek már van értelme időben neki ülni, mert hát azért ugye nem a főrúton lakott. Ezt össze kell szervezni, és akkor laptop, és akkor helyre rakjuk a nótát, és akkor meg szoktunk csinálni, mit tudom én, egy 4-5-6-ot is akár. Aha. És akkor előtte csak a tü-tü-tatú doppatern, és akkor elkezdjük azt gyúrni. Aha. És akkor megvan a hangok, mit tudom én, a Mezőfi Jocinak átküldjük, hát hallja is meg van, hogy ő is kijön, és akkor együtt összerakjuk, öcsém a szomszédban lakik, és ő már például megtanulta a rendes... Aha. dob programozást, jó, hát fiatalom nálam 5 évvel. Ja, hát akkor... Neki még ez kereszt. És... na hát és akkor így, tehát hogy azért általában úgy nagy vonalakban megvan. Persze, de nálunk nincs... Nem szoktatok már úgy próbálni, hogy... Bárki bármit hozza az ötletét, Hogy nem szoktatok már olyan kifejezett hagyományos próbákat csinálni, hogy elmentek egy helyre, és akkor ott szám összerakós? Hát nem. Ez utána történik. Tehát amikor ez a cucca elmegy a Töfihez, ahogy mondtam, hogy Rihanna összekever, stb. Hát a Töfi körül még annyit imádom a csávot, egy lemezünknél körülbelül 12 mixet küld, amikor én már az elsőnél megmondom, hogy Töfike, tök jó, tetszik minden, na de Laci, várjál, mert ő neki ott van egy ilyen kis ötlet, majd ezt hallgass meg. És tényleg ez az átlag, 12 mixet kapok. Hát lehet is Töfikém imádlak. Ennyi. De jó füle, meg metál imádja, szóval jó cuccai van, a kiszonyú jó a stúdiója, én csak vele vagyok hajlandó lemezt készíteni. Na és elkanyarodtam, mi volt, hogy a... Hogy a próbák. Hogy ja, próbák. Igen. Na és akkor megvan a lemez, és azért... Hát ugye az Omennek van most már 13 lemezünk, azt hiszem, ebből 11 vagy 2 stúdió. Uh-huh. Most az ugye kb. 120 nóta. És akkor jön a agyalás, ugye a közönség részéről meg jön a visszacsatolás, hogy na de azt miért nem játszanak, ugye? Hát 120 nótából csináljál egy 18-20-21 dalos koncertet, az elég nehéz. De hát ugye ha új lemez van, az akkor kötelező, persze. Hogy 1-2-3 számot berak. Igen. És akkor kiválasztjuk, többnyire nem jól választunk, ez tudod, mindig így van. Kiválasztjuk, hogy szerintünk ez. Igen. És akkor, na akkor próbáljuk össze. Hát persze már mindenkinek nyilván mert föl kellett azt játszani. Persze, és persze, persze. De hát, hogy együtt megszólaltatni, és egyébként nem egyszer előfordult már, hogy nem szólal meg, hogy nem úgy szól. És akkor, hát akkor ezt hagyjuk a fenébe, másikat. Oh. Szóval ez nagyon érdekes dolog, őszinte vagyok. Ja, abszolút. Nem azért, mert nem tudjuk eljátszani, valahogy nem az szól, amit szeretnénk hallani, amit egyébként hallunk a CD-n. De érdekes. De olyan is van, hogy tökölünk vele, és akkor beugrik, hogy jaj, basszus, jobb, ha ezt játsszuk élőben, igen. mint ami a lemezen mondjuk a második gitársávra fölkerült. Tehát, kicsit ezért változtatgattam is rajta adott esetben. Igen. Szóval, hogy így mennek a próbák. Mert még én visszatérek ehhez a cuccaz itt, mert hogy... Hát ez a megkirályod, hogy szólt? Tényleg baromira zseniálisan szól, de hogy nem, nincs ilyen, hogy mondjam, hogy inspirációvesztés, hogy tényleg de azért nem tudom hány évtizeden keresztül őrült nagy hangerőn, és hogy valahogy én azt képzelném hozzád, és hogy ezen ugyanúgy tudsz dolgozni, ugyanúgy tudsz számot írni, mint egyébként egy hatalmas nagy cuccon. Hát szerintem én azt mondom, hogy jobban. Mert a hangkép, tehát a hang, ahogy szól, halkan, az pont, hogy inspiráló, mert jól szól, majd mindjárt megmutatjuk. Oké. Okay. Tehát, hogy iszonyat jól szól, és hát most figyelj, lobog a hajad hangerőbe számot gyakorolni, írni, vagy számot írni, hát nem tudom, necces szerintem. Igen. Hát egyébként meg kell azt is szokni, mert meglepő tud lenni a nagy hangerő, ha nem csináltál persze, még olyat. Persze. Mire van akkor neked itt a számítógép? Kérlek szépen a internetre,
az e-mail legfogadására és küldésére. Nem, mert hát egyébként az is van, hogy főleg, hogy most így két produkció van, hogy én például át szoktam játszani a dalokat. Tehát amikor megvan a setlist, és akkor ilyen playthrough-nak mondják, hogy YouTube-on végig berakom a setlist szerint a nótákat, és akkor átjátszom, hogy azért kézbe legyen. Tehát akkor utána egyébként van, szokott lenni azért próba, tehát szorgalmasak vagyunk. Itthon is szoktál gyakorolni, és akkor az, igen, az igen. Abszolút működik. Igen. Isteni. Jó, hát figyelj, akkor itt a számítógépről ugye még úgy hangkártyát sincs, bár ez funkcionál hangkártyaként, hogyha jól tudom, ez a THR, hogy akkor nem szoktál digitális izéket használni, VST-eket, semmilyen. Mi az a VST? Hát, ne menjünk bele. Jó, hát figyelj, akkor egyébként egy picit a gitárokról, hogyha mesélnél, az jól. Ide hozogathatom őket? Le, abszolút. Csinálok itt helyet magamnak. Jaj. Ha vagy odaadom, ez a legrégebbi és legnagyobb. Ja? Jó, kezdjük akkor azzal. Oké. Okay. Hát te fogjad, de te... Ja? Persze. Hát ez egy custom Les Paul. Én alapvetően... Majd behangoljuk. Oké. Okay. Tehát, hogy alapvetően fekete Les Paul-t tartom én a rock metal... A gitárnak. Gitárnak, és hát mindenképp a custom-t, és mindenképp a Gibson-t. Sokan meg fognak haragudni rám, de szerintem a Gibson hangnál a mai napig nincs jobb. Kurva nehéz, közben. Sőt, mi több kényelmetlennek is merném mondani, állva. És viszont tehát elkerülhetetlen. Én azt látom, hogy minden metal rock a stúdióval ott van a jászport. Tehát egy olyan hangtartománya, nem tudom, hogy ezek mit csináltak, hogy csináltak, mert ugye végül is ugyanarról beszélt, hogy van itt egy fadarab, igen, van benne két hangszedő, igen, és szia. Na most ez hogy van, mert megfogsz egy másik gitárt, és ez meg köze nincs hozzá. Mióta van ő veled? Hogy került hozzád? Hú, hát ez... az a baj, hogy el vagyok kényeztetve, mert tényleg annyi volt, aha, szerintem egy 15-20 éve talán. 15-20 éve. Hát akkor már régi barát. Hát ő egy 94-es vagy 6-os, ez a hangszer. Tehát akkor nem újan vetted. Nem. Aha. Úgyhogy, hát ő a... Ő a fő. Ő a fő, aha, kedvenc, de most van egy másik fő kedvencem. Az melyik? Az a... Ez a 70-es... klasszik. Aha. Flying. Hát ez nagyon dög. És ezt most nemrég szereztem, hát egy éve talán, és nem tudtam kihagyni, hát egyrészt fekete vagy fehér. Igen. A gitár. Na hát ebben is olyan dög van. Beüleveljük. Jó, hát hallgassuk, erre kíváncsi vagyok. Ja, és hát itt már láttam, hogy saját pengető. Azt megmutatjuk. Ja, igen, persze. Megnézhetem? Hát igen, ez már... Menő, mi? Ez már menő. Bizonyám. Remélem, majd látszik. Na, hol vagyok? Olyan. Na most szerinted hogy szól ez a kis szart? Hát ez dög. Yeah. Ez szóval érted, ez a Gibson. Most érted, tehát én erre szoktam mondani, hogy itt nincs mese, ez így szó, az kész. Jó, várjál, most ezért leszek önző, de na, nyomja. Muszáj kipróbálnom, mert ilyen gitár, annyira kevésszer van a kezemben. Várjál már, mert össze-vissza forgolódok. Vegyelek addig, vagy hogy csináljam? Az is jó, hogyha veszel. Jó, csak nem tudom, mit kell csinálni. Semmit nem kell csinálni. Itt látod a kis képernyőn. Mert itt a hangerőt föltekettem. Hát akkor próbálom, ezt így kell ugye tartani. Hát ez ráadásul megtanít a helyes gitártartásra, hát mert ülve csak így tudsz.
Nem is találok rajta semmit. És ez D-re van akkor angol. Ja igen, mi egyenlő. Nem, ezt így akarnám fogni. Hát nem igen. Lehet, így nem lehet. De egyébként nagyon érdekes. Egyébként pedig állva tök kényelmes. De hát izé van, rock and roll sound van. Vastagnyaga van ennek ilyen, ez férfi. Na de érted, lehet kapaszkodni benne, így van, így van, és itt van. Megrázol igen. Egy hangot. Az... Nem tudok így játszani. Nem találom a húrokat ebben a testtartásban. Majd mindjárt adok egy kényelmesebb. Nagyon, nagyon jó. És akkor mióta van veled? Hát körülbelül egy éve. Egy éve, ja igen, igen, igen. És hát imádom, hát ez hát Gibsonnal. És a... Na, segítsen levenni? A durungnyaknak hívom, igen. Hívjuk. Mert azt mondta, hogy ez vastag. Igen. Most akkor adok egy goldtoppot, ami az 50-es nyak. Akkor várjál, leveszem. Jó. Tehát, hogy na az a durumnyak. Ez... És képzeld el, majd mindjárt megfogod, hogy ennél is volt még durungabb nyakú, fehér kasztömöm. És eleve brutális nehéz ez is. Nagyjából. Nagyjából jó az. Nyomjad, mert hogy barátkozz. Úristen, Jézus Atya úr, hát ez itt egy... Várj, itt most nem látlak. Ja, várj, magadat veszem. Ja. Megfordítom. Aha. Most sem látlak. Aha, mert akkor megnyomtam úgy fogjuk csinálni, hogy ezt kell megfordítanod, és akkor... Na, jó. Hát csak, hogy ne a szőnyeget tegyük. És várj, mert most nézem, hogy te... Itt hordod a gitárt? Hát így. Hát szerintem az ott jól van, nem? Ez jól van itt? Én ennél egy picivel magasabban nem, hordom. Ja, hogy be kell dugni. Igen. Az nem árt. Úristen. Hát, Jézus. Jó, és figyeld, hogy más hangja. Jól áll ez így neked? Igen, Les Paul mindenkinek jól áll. Nem is volt még soha ilyen lent nekem a gitár, soha. Nem is tudom behajlítani annyira a kezemet, hogy... És hallod, hogy tök másképp szól? Igen. Nem nyúltunk az erősítőhöz. És ennyi, hogy ebbe bőrzbakerek vannak. Én sose értettem azokat a gitárosokat, hogy ez le kell ülnöm, bocsánat. Nyugodtan. Na. Nem tudom, mit akarok játszani. Hát, de annyira szokatlan nekem ez a hangszer. Igen, de a Les Paul-ra merem azt mondani, hogy megszoknád, tehát azt mondani, hogy nincs több más gitárod kész. Igen. Szerintem egy-két hét... Most ne engem vegyünk már közben, miközben te mesél az érdekes. Szerintem egy-két hét múlva nem akarnál más gitárt. Tényleg? Én ezt megmerem kockáztatni. De visszaadom, és ő mióta van veled, vagy mit kell tudni róla? Hát őt is újonnan vettem,
3 éve vagy valami ilyesmi. Aha. Mert egy góltop is, hogy legyen. Ja. Ja, itt a pengető, bocsánat. Hagyjad. Mutass egy gitárt. Az oké, hogy Gibson, és hogy abból minden Floydos, de látok itt azért két olyan gitárt, ami nem biztos, hogy feltétlenül annyira beleillik a sorba. Szerintem hármat kell, hogy lássál. Egy, igen, az megvan. Igen. Ja, hát oké, LTD, de az is egy ilyen... Hát, az nekem... Na, szóval igen. Tehát ott a Total Metalban ugye kell a tremolókkal. Várjál, azt idehozom, jó? Mert jó, fogjam? Foghatod, igen, köszönöm. És piros EMG-kkel. Az egyébként jól néz ki. De hát ez teljesen... Hát ez annyira dílisen néz ki, ez hogy teljesen ez azért... más ez a hangszer, mint az eddigiek. Ez egy kis filigrán nyak. Na, ez lehet, hogy tetszeni fog, ja, itt összetten nyomast. Hát ez, figyelj, kényelemre, kéz. Na jó, de ezt én látod, ezt ilyen kis himi-huminak tartom. Egyébként annyira dílisen néz ki ezzel a piros EMG-vel. Amúgy ez egy Gary Holt signature. Aha. Hát egyébként igen. Hú, valahogy... Hát jól szól amúgy, mert hát ami ugye EMG. Ó, kicsit már régebbi típusú húrok vannak rajta. Igen. Jó, de hát ezt muszáj a kezedbe adnom, hogy érzel, hogy érzel. Jaj. De ez jól áll. Ez kicsit hamis, de... Igen. Hát ez erre van. Ja. De jól néz ki amúgy ez. Ha meg veszettül szól egyébként. Persze. Nincs ugye, amiről beszélt, tehát az igazi vaskos testhang, az nincs benne, na, de hát ez egy ilyen kis vékonyka. Igen, azt mondod, sportgitár az előzőkhöz képest. Igen, úgyhogy hát ez is a... És ő miért tremolo... kellett? Hát tremolo... a tremolók miatt. És hát egy nagy vágyam, hogy... Kicsit áttérünk mondjuk arra az Explorerre, okay. Ami, mint látható, Floyd Rose karos Gibson. Na és ennek az a sztoria, hogy ezt kizárólag 2011-ben gyártotta a Gibson cég, csak ebben a színben limited, aha. Tehát 400 darabot csinált, Flyingból és Explorerből. Aha. És a Flyingot egy istennek nem találom sehol. Hetente átböngészem a netet, mert még egy Floydos Flyingra vágynék azért. Most már, aha, már így belemerültem a Floydos izékbe. De hát, hogy Gibson is ebben is, ez brutál ez a szőrös, ja, hangban. Jó, mert azt is mindjárt ezt visszacseréljük, ezt kihúzhatom? Igen. Oké. Gyorsan ezt visszarakosgatom. Megnézzük, de? Ezt is? Azt. Meg csak itt beakadtam a kábellummal. Hát ez is dög. Hát ez... És őt újonnan vetted? Nem, hát mondom, ezt 2011-ben gyártották csak. Hát attól még vehetted volna újonnan. Hát ja, akkor... ha, hogy gyönyörű állapotban van. Tehát, igen. Mondjuk a Floydot egy kicsit be kellett, hogy is mondják, fenni. Aha, aha. És ő is rendesen koncertgitárt szoktál vele?
Abszolút, tehát a Total Metalban leginkább ezt veszem föl. Aha. Hát ez, szóval ez erre van. Igen. És ebből mindenképp valahogy meg szeretném szerezni a fehér flyingot ilyen Floyddal. Nem tudom minek, de hogy... Hogyha valakinek van otthon, akkor most szerintem jó áron el lehetne hát adni szerintem, neked. Amúgy mert hülye vagyok, és adok érte sok pénzt is, de nincs szerintem az országban. Nincs, aha. Ilyen van még egy. Sőt, képzeld el, hogy ezt nagy büszkén, nem tudom, valahol látta egy srác, hogy, és akkor mondja, hogy nekem is van egy ilyen Explorer, aha. Azt nálatok vettem a gitárcentrumba. Nem, mi van? És halál komolyan mondani, és a mai napig nem emlékszem, hogy az ott lógott. Nem mondod. Ugyanilyen. Na tess. Jó, csak akkor még, mondom, nem, tehát a fő Les Paul. Igen, 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 irány. Igen, igen. És nem volt szükséges, és valahogy így meg se jegyeztem. De dög ez is. Hát akkor figyelj, akkor idehozom azt, amit nem értek legjobban. És hát... Custom tele, gyerekek. De gyönyörű amúgy ez is, tehát... Ó, hát ez most a szívem csücske, annak mondom a... sztoriát. Hát először is egy olyan, mit nem mondja neked, fél éve, egy éve, az meg egy Telecaster, nem. De jó lenne. Csak semmiből? Igen, hogy így jött, hogy aha. Tele, de persze annyi előzménye van, hogy hát megfordult nálunk jó néhány Telecaster és egy-két American standard, stb. És Dilliből, tudod, beraktuk génes izé, és olyat szól a gitára, hogy és valahogy ez így beugrott. Na de nekem egyébként hát az ilyen színesek, gyönyörűek, stb. Az nem annyira, és akkor egy beugrott, hogy egy fekete Telecaster. A következő, ami beugrott, és itt jön a sztori, hogy ez a gitár, ez 2006-ban, a Tóth Tibike fölhívott, hogy Amcsiból hozni kell neki egy ilyen telét, azaz ezt. És Amcsiból behozattam neki, imádja, azt mondja. Na és akkor így összeállt benne, hogy fekete tele, hú, hát a Tibike. És olyan cuki volt, fölhívtam, hogy Tibike, az van, hogy add már el nekem ezt a telét. Locsikám, nem adom el. De azt mondja, vidd el, de mondom, nem akarom elvinni, mert akkor fáj a szív. Igen. Hogy valahogy beszéljük már. Nem, figyelj, nem akarom eladni, szóval most itt tartunk ennél. Jó, hogy még nem is a tiéd kokkó. Nem, de innen is üzenem. TV, kell a gitár, please. Van neked úgyis sok. Igen. Na, és mert mondtam neki azt is, hogy hát ez nálam akkor lesz rock metal, igenis, hogy ezt a Piggárdot gyári feketére lecserélem. Aha. Na most azt úgy látod úgy magad előtt, hogy az igen, fekete? Igen, az dög. Na igen, na most. De ebben már eredetileg ez a hangszedő volt hátul, ez a dimárzió. Ujjjjj. Na jó, azt mindjárt begongoljuk. Jó. Nem, a Tibik rakt ezt bele, ez egy duplaként is ez a chopper, szerintem, működik, igen, valami dimárzió. És tudod felezni, aha. De most függetlenül attól, hogy ez van benne vagy sem, a rendes telével is olyat tud egyébként, hogy elképesztő, ha megpróbálom. Ez már. Nagyjából, metálra jó. Lemezre jó lesz. Na tehát... Nem ez a gomb az? Igen. Hát, Telecaster. Szóval érted?
Kemény. Szóval miről? Kemény. És mondom, hogy fekete. Tibike. Hívlak. Szóval hogy nézem már meg még én is. Mit csinálok? Megfordítod? Csak rám fordítod. A pengetőt azt... Ja, igen? Igen. Ezért ritkán használok én is telét, főleg ennyi génnel. Levegyem a... Nem. Ugye? Hát figyelj, én mondom neked, hogy ugye, hogy nem csak a izék, a Les Paulok, a fullosok. Ne, más hangkép. Hát abszolút. De... Hát itt abszolút tele, igen. Mert az igazi telehangzás, bocsáss meg, okay. Azt mondjuk egy... Nézzük meg, ez ilyen kis kórusos van. Igen. A gyönyörűség, nem? Hát igen. Country-t se játszani, de egyébként tehát, ezen is érződik, hogy ez custom telecaster, hogy ez az úgy rendben van megcsinálva. Oké, és hát maradt még egy, ami szintén nagyon különleges. Ezt visszarakom. Oké. Ja, Ibanezre gondolsz, Ibanez. Mert az még egy teljesen másik elgondolás, igen. Mert ezek mind ilyen vintage történetek, ez meg egy... Szóval ez egy nagyon új hangszer. Hát ez hír új, és Szabó Zolikának köszönhetem, hogy... Még nem is láttam ezt a... Nem tudom, fény... Ez egy Prestige, mit tudom én, mi 88 MZ/X3 GU. Ne higgyétek el, nem tudom tényleg a modell nevét. Hát ez egy kegyetlen is, hát... Na ez a neked való. Ez nekem való? Ez neked való. De hát most van, hogyha nálad van, akkor legalább... Hogy nézzük már meg a kezedbe. Hát azért igyekeztem olyat választani, ami szerintem metal kinézett. Mert tudod, ebben most mennek ezek a nagyon divatos... Igen. Számomra nem annyira tetsző... De egyébként szépek, tehát csak nekem nem az a világom, én beérném egy sima feketével is, de ebbe a Prestige Japánban nem, most épp nincs gyártás alatt, úgyhogy ez. Van itt ez a kis kapcsoló, azt meg az életemben nem kapcsoltam be. Mert ez valami lefelezi az izét, amire ugye nekem nincs szükségem. Hát azért szól ez is. Szól ez a... De nem az én világom. Kurva kényelmes, szép, mit tudom én. De, ja. Megnézem ezt is. Igen. Hát mert szerintem neked ez fog tetszeni. Nehéz ez a gitár, Ibaneztől meglepően furán nehéz.
majd ritkán csinálok ilyet. Ez 10-es órakat használsz, vagy 11-es? Ez 9-es. Ez 9-es? Aha. Mondom, hogy ez a neked való. Igen, ez sokkal inkább így kezemre való. Na. És hát ugye legyünk őszinték, azért Japánban tudnak valamit, mert ez a kar. Igen. Egyébként ez kegyetlen. Hát az Ibanez tremolók szerintem azért pontos. Igen. Messze. Lágy, könnyű, de állíthatod nem olyanra, ha éppen azt tetszik, szóval... Abszolút. Legyünk őszinték, mondom, nem az én világom, de... Hogyha egyet választhatnál, akkor melyiket választanád? Fekete? Már hogy nem lenne több gitárom? Igen. Hát akkor a custom-öt. Aha. Igen, de nem, tehát ilyen, nincs ilyen kérdés. Mert mondom, most ebben vagyok szerelmes a flyingba. Aha, aha. Azt hurcolom most az Omen-nel, és rohadtul tetszik, ahogy szól meg ugye az egész. Ja, ja, ja. Figyelj csak, olyan dolgokról, hogy te például, most így, most nem tudom, hány éve van az Omen pontosan? 33. 33 éve vagy ugyanabban az zenekarban, hogy... hogy állsz neki gyakorolni, vagy neki állsz-e gyakorolni, vagy van-e még inspirációd ahhoz, hogy itt itthon leülj, és akkor valami, mit tudom én, egy új szólót ki... Hát új szólót mindenképp, hát ez igen, nyilván ki kell gyakoroljad, de igyekszem minél kevesebb szólót játszani. Hát erre vannak mellettem a jobbnál jobb gitárosok. Uh-huh. Engem igazából egy zenekari létben az érdekel, főleg ebben a rock metal történetben, hogy az alapok, a banda, uh-huh, az legyen kurva jól egyben. Ja, ja. És engem ez dob fel, amikor azt hallom, hogy amikor úgy kezd megszólalni, uh-huh, amikor uh-huh, úgy dögösen egyben van. Nyilván vállalok, de már egyre kevesebb, nem érdekel engem már ez a virtuózitás része. Arra ott vannak ezek a gyorsak, nagyon jók. Igen. És a tehát inkább ez a része, a megszólalás, az alap, a tempó. Uh-huh. Tehát régebben többet szóloztam, de ugye a kérdésedre válaszoljak, tehát így, hogy ami új, tehát például az arpeggio kimaradt az életem. Aha. Elkezdtem, és úgy nem érdekel. Ja, 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 ja. Látom, hogy akik játsszák ezeket, tehát brutálisan jók és tehetségesek, és tényleg le a kalappal előttük, de valahogy nem az én világom. Mi változott szerinted az elmúlt 33 évben, akár az Omen-nel kapcsolatban, vagy akár a te hozzáállásoddal kapcsolatban a zenéhez, vagy a mindenhez, ami a zenével kapcsolatos? Hogy fejlődést látsz, vagy egyfajta hát ilyen rosszabbodását így a zeneiparnak, vagy hogy látod? Hú, jó összetett kérdés, próbálkoztál. Hát kezdjük ott, hogy... Hát rosszabbodást én nem látok, csak másféle irányokat. Aha. Ami alatt nem is a zenei műfajokat értem ez alatt, hanem ugye az lett, hogy megjelentek ezek a youtuber gitárosok. Igen. Most maradjunk nyilván a gitárosoknál. Na most számtalanszor szembesültem már azzal, itthon is ismerve egy-két arcot, akik kurva gyorsan tudnak gitározni, uh-huh. És tényleg, tehát az gyakorlás, megemelem a kalapom, nem tudom, és akkor láttam őket zenekarban, és nem volt jó. Aha.
nem volt jó, mert valami hiányzik. Yeah, nem tudom megfogalmazni pontosan, hogy mi, de nincs, tehát nem jön valami ösztönszerű, az a párhang, amiről mindig beszél mindenki, hogy az a párhang legyen a helyén. Ezzel nem bántva őket, mert én nagyon tényleg tisztelem, hát figyelj, ezek a kis csávók engem körbegitároznak háromszor, tehát ez nem kérdés. Tehát, hogy van egy ilyen része. Aztán vannak, és igenis előkerülnek olyan zenekarok, és na, azokat szeretem, akik ilyen, most nem találok jobb szót, hogy ilyen ösztönzenekar. Tehát így odaállnak, valahogy ott jó haverok, jóba vannak, érzik egymást, tehát, és foglalkoznak. Tehát nem az, hogy elfordulva mindenki marhasok hangot akar, mint az előbbiekről. Hanem odafigyel egymást, és úgy egyben van a banda. Igen. Na, azokat imádom. Tehát, és vannak is. Persze, próbáron. És ez abszolút látszik lentről is. Hogy azonnal is, lehet, hogy kicsit pontatlan, lehet, hogy kicsit belegabajodott a gitáros, mit tudom én, de hogy úgy jó érzés, tehát jó érzés jön a színpadról. És igenis, még felvételeken is hallott. Hát abszolút. Tehát ilyen értelme, hál' Istennek megvan szerintem ez a vonal is. Uh-huh. Úgyhogy... Mi volt még? Még 8 kérdés volt. Még 8 kérdés volt, de már nem tudom. Mi az, ami szerinted most várható tőled, vagy akár zenekartól, hogy hogy lesz neked mondjuk az elkövetkezendő X évet? Hát... Mit tervezel? Tervek azok mindig vannak. Megveszed a telét, oké? Igen, a Tibikétől megszerzem a telét. Hát most mondom, épp új lemezt csinálunk, és... Mi már nem csinálunk évente, meg hülyeség szerintem, főleg a mai világban, mert beszéltünk róla, hogy szinte magadnak emléknek csinálod a CD-ket. Nem baj, hogy van, de szóval szeretnénk koncertezni. Tehát nekem ez az életem, úgy nagyjából 16-7 éves koromban voltak az első kis amatőr zenekar koncertek. Hát ameddig bírom. Van erre is ez a közhely, de ez tényleg igaz, hogy amíg van közönség, amíg talán szeretnek minket, hát addig színpadra fogunk állni. Ha úgy gondoljuk, hogy ez már nem kell senkinek, akkor nyilván nem állsz a színpadra. Úgyhogy jó. Isteni. Hát figyelj, ez így, hogy most, hogy nálad így nem olyan sok mindenbe tudunk belenézni technikailag, ugye? Hát dehogy nem. Megutassa az e-mailem? Nem. De a végére valami kis gitározást terveznünk kéne, és hát én arra gondoltam, hogy valami Omen számnak a riffjét esetleg, ha megtanítanád, hogy gazdagodjon a repertoáron, mert lagzikban nem kérték az Omen-t olyan sűrűn. Na várjál. Egy olyat kéne, hogy egy setlist, amit mostanában játszunk. Hát ilyenekkor egyébként beszoktam rakni a Best of Omen, az a legutóbbi kiadványunk. És akkor a többségében rajta van, amit. Igen. Énekesünk, vagy a zenekar. Mindjárt betölt, szerintem. Okay. A metáriffet akarsz tanulni. Igen, és hát a legautentikusabb embertől, meg autentikusabb gitárral, hogyha... Hát a Flying lesz. A Flying lesz? Hát nem. Hát jó, figyelj, ahogy te gondolod. És akkor mit fog... Jó, lehet a Les. Nem, ami tényleg, abszolút. Na, hát ez egy tipik, szerintem Omen-esnek mondható riff. Mi a szám? Fáradt ez a hely, fáradt a címe. Fáradt ez a hely. Akkor hallgassunk bele. Oké. Okay. Hát ez a intro. Ez az intro riff? Aha. Riff, mondjuk, ilyet sem játszottam még. Na figyelj. Semmi extra is benne. Hát nem biztos az. Itt a vége. Na jó. Aha, igen. Aha. Intro riff. Jó.
hát nem mondom, hogy biztos, hogy sikerülni fog elsőre. Hát itt egy... Ja, és akkor ezt nem így kell fogni. Ó, baszki. Hát, jó, oké, nem baj. Hát így hiteles elvileg. Tehát így kezdődött. Tá, 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 ti, ti, tá, ti, ti, tá, da, da. Tá, da, da, adat. Tá, da, da. Nem, tá-da-dám. Az az első, igen, és te meg F, tá, tá, da, D, E, ha. Nem, először csak simán a érő. Aha. B, 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 G, G. Aha. Nem mondod, hogy ne érem. Nem, 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 csak... Ja. Ja, de menj, ezt megedik el. Igen, hát az is tompítva, és egyébként amikor a húzások vannak, az legátod, az ott a snap engesgő, hogy te, ti, ti, te, ti, ti, te, a dám. Aha. Jaj, jaj. Aha. Aha. Ennyi. Ennyi. Jó. Na, és akkor jön a évek alatti riff. Az nekem néha jobban tetszik, mint ez a fő. Én, meg itt, én vettem el a pengetődet. Mindegy. Jó. A muti, okay. Nem töltje el a YouTube-ot. Na, hogy... Tessék! Mindegy vagy még. Ez meg kvártonás, amit imádok a metában. Jó. Semmi. Hát várjál, hát nem olyan semmi. Hát jó. Ez ő kocs. Ez ő kocs. Lerakod légy szíves, kicsit... Igen? Visszatekerik, mert elfelejtettem a ritmust most. Ta-da, ba 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 ba. Ta-da, ta-da, di-da-di-da-di. Ta-da, ta-da, di-da-di-da-di-da-di. Na, várjál, hallgasd. Na, most visszament az elejére. A visszalépésnél ne oda. Ti meg még egyszer. Lassan, jó? Jó. Ja, 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 ja. Megvan. Oké. Okay. Okay.
Legalább meg tudod kezelni a kamerát az. Igen. De ott is kvártot fogjál. Aha. Ne, hát igen. Igen, vagy itt fogod. Hol itt, hol ott, mert amúgy itt a két gitár két félét. Ennyi. Metálgitáros lettem. Ennyi, ez e... Hát ez, gyerekek, hát... Zseniális. Laci, nagyon szépen köszönöm, hogy behoztál ide a kis szentélyedbe, meg megmutattad itt a mindenféle csúcs dolgodat, meg hogy egy pár perc erejé egy metálgitárossá válhatta nagyon váltalad. Nagyon-nagyon... Nagyon, érdekes világ. Ez nagyon, abszolút, és... Igen, én valahol egyébként sajnálom, hogy nekem ez kimaradt a zene fejlődésembe, de most már annyira nem tudom elképzelni, hogy leüljek és meghallgassak egy metal lemezt, nagyon fura lenne nekem így ennyi év után, de még az is lehet, hogy most meghoztad a kedvemet. No. Srácok, ez lett volna ez a nálad, köszi szépen, hogyha megnéztétek, köszi szépen, hogyha feliratkoztok, menjetek a Gitárcentrumba, hogyha még nem voltatok az új boltba, menjetek Omen koncertre, menjetek Totális Metalra, iratkozzatok fel mindenhova, kövessétek be Facebookon mindenkit, hogy akinek itt köze van ez a mai videóhoz, Omen Gitárcentrum. Játszatok metal zenét, játszatok Omen számokat, most itt volt egy kis lecke, hát hogyha éppen valaki ezt a számot áldozott, tanult is egyébként. Na tessék. Úgyhogy köszi szépen még egyszer, ha itt vagytok, ne felejtsetek el feliratkozni, támogathatjátok is a csatornát, akár itt a Superlike-kal, akár a Patreon oldalamon. Megyek még másokhoz is, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm, hogy jöttél. Csőzetek!